5 évet húzott le a legkeményebb bolíviai börtönben, mert az elnök elleni merénylettel vádolták. 2 éve szabadult, azóta Tatabányán él, középiskolában tanít informatikát. Most azonban egy új oldalát is megmutatja. Tóásó Előd a műsorvezetője lesz a Hír TV most induló 15 részes riportsorozatnak, a Magyar Exodusnak. Magyar gazdasági kivándorlókat keres fel európai nagyvárosokban, hogy megismerjük az életüket. Közben a tanári hivatással sem hagy fel, továbbra is oktat, sőt, még a kártérítési pere is húzódik. Várhatóan 2 év múlva lesz döntés az ügyében. Tóásó Előd a vendégem, szervusz, jó estét! Szép jó estét kívánok minden nézőnek és neked is. Na hát ez most hogy jutott eszedbe? Micsoda, hogy bejöjjek ide a stúdióba? Nem, azt tudom, mert hívtunk, hanem hogy most a televíziózás felé. Tudom, hogy erre gondoltál, egyszerűen csak félreviszem, én vicces figura vagyok. Nem, hát, majd visszatérítelek. Vagy kérek Kassa József Szilijéből, és akkor majd itt lenyugtatlak, igen. Majd én leszek a leghívebb fogyasztója. Én régebb is foglalkoztam tévézéssel, tehát konkrétan közreműködtem dokumentumfilmekben, meg hasonlókban, úgyhogy mindig is érdekelt ez a világ. És de nem, hát köszönöm, nem voltál műsorkészítő, itt most gyakorlatilag riportár vagy, igen, kérdező hát vagy. Egy kicsit megváltozott ez a dolog, és kialakult ugye bennem ez a dolog, hogy szeretnék, kíváncsi vagyok azoknak az embereknek, akik kimentek külföldre, hiszen én is kimentem külföldre, és nagyon sokáig éltem kint, ezért átérzem azt a dolgot, amit ők élnek ott. Ja, most Bolíviára beszélsz, hogy kimentem persze, éltem ott? Érzelmileg nem, érzelmileg, hát 6 évet voltam kint konkrétan, tehát érzelmileg ez engem érint. Mikor megkérdezik, hogy milyen volt, milyen érzelmeket, ezen kíváncsi vagyok konkrétan azokra az embereknek, hogy mit csinálnak, hogyan csinálják és hogyan élnek. Jó, de ugye te börtönben voltál, igen. Tehát ők meg nem, tehát ők kimentek dolgozni. Tehát jellemzően Európában, Nyugat-Európában kivándorolt munka miatt kiment emberekkel találkozol, és velük készítesz interjút, hogy ez holnap indul itt a Hír TV-n. Igen. És akkor tehát olyan embereket, vagy olyan családokat kerestél meg, akik már elhagyták Magyarországot, kizárólag a jobb megélhetés reményében? Hát ez változó, de nagy részt igen. Nem szeretném ugye spoilerezni, tehát nem szeretném elmondani, hogy konkrétan mi lesz. Én azt ajánlom mindenkinek, nézze meg. Nagyon sokan a jobb élet reményébe mentek el, és föladtak valamit, itthon hagytak valamit, és ezt a riport sorozat konkrétan bemutatja, hogy ezek az emberek hogyan élnek, mit csinálnak kint, miért mentek ki. Inkább őket szerettem volna megkérdezni, és nem egyszerű statisztikaként rájuk tekinteni, ahogy Magyarországon ugye mindig beszélnek az emberek róluk, és hát olvassuk a cikkeket, halljuk, hogy róluk beszélnek a kivándorolt magyarokról, de senki nem kérdezte meg őket. Én pont ezt akartam, hogy megkérdezem őket, hogyan élnek ki, miért mentek ki, illetve mit csinálnak. Hazajönnek-e, éreznek-e honvágyat, éreznek-e hazaszeretetet még? Tehát ezekre az egyszerű kérdésekre voltam kíváncsi. És mit mondanak? Tehát nyilván ez most minden egyes, tehát 15 epizódról beszélünk, tehát mind a 15-öt, meg sőt egyet sem fogunk most lelőni, tehát hogy eláruljuk előre, hogy roncsuk az esélyét magának a konkrét adásnak. De azért nagyjából, vagy ilyen nagy vonalakban mondj valamit, hogy a nagy tapasztalatod ezekkel az emberekkel az, hogy a jobb élet reményében mentek ki, és bejött a számításuk, vagy nem jött be? Én úgy gondolom, hogy akik kint maradtak, azoknak mind bejött a számításuk, hiszen akiknek nem jött be a számításuk, azok hazatértek. Tehát nagyon sok olyan ember van, ahogy hazatért. Intróba ugye itt láttam, hogy a parlamentnél van egy jelenet, amit kivágtatok, tehát nem nagy titok az, hogy itthon is forgattam, tehát későbbiekben beszélgetünk majd olyan emberekkel, akik hazatértek, hogy érzik magukat itthon, megbánták-e, illetve bejött-e a számításuk, hogy külföldről hazatértek Magyarországra. A műsornak a legtöbb része viszont arról szól, hogy ezek az emberek kint élnek, és hogy mi motiválta őket. Úgyhogy ez egyfajta szociálpolitikai riportsorozat lesz, viszont nagyon emberi tényezőkkel, tehát az érzelmeket is megvizsgáljuk. És te tényleg kalandot kerestél akkor, amikor
amikor Bolíviába mentél? Tehát munkát és kalandot gyakorlatilag úgy, mint a mostani riportalanyaidnak a többsége? Gondoltam, hogy rátérünk erre a kérdésre. Hát, szerintem, hogyha a riportalanyoknál bemutatkozol, hogy jó napot kívánok, Tóásó előd vagyok, azért szerintem sokan emlékeznek a nevedre. Nem mindenki tudja egyébként, hogy ki vagyok, tehát ez érdekes. Tény, hogy azért mentem, mert egy munkaajánlatot kaptam, illetve az, hogy külföldön egy utazás, illetve az, hogy talán jobb fizetésért is én elvállaltam ezt a dolgot. Egy honlap készítés, tehát informatikus vagy egy honlap informatikus, illetve egy Rózsa Flores Eduardónak egy filmjével kapcsolatosan egy New Yorki producerrel egyeztünk meg, és erről dokumentációkat mutattam be, csak sajnos senki nem volt erre kíváncsi az életem során, tehát a bíróságnak is hiába mutattam be őket, ez nem érdekelte, pedig bolíviai egy nagyköveti pecsét volt rajta, tehát hivatalos dokumentum volt. Dokumentum. De és Rózsa Flores neked mesélt a magyarországi politikai szerepvállalásáról valaha? Az egyetlen egy dolgot tudom, hogy az összödi beszédet ő hozta nyilvánosságra, nem tudom milyen módszerrel, illetve nem tudom a körülményeket, ez nyílt titok volt akkoriban. Az összödi beszédet ő hozta nyilvánosságra, az mit jelent? Hogy elküldte konkrétan valamelyik televíziónak, illetve a rádiónak. Volt itt motoros futár is, minden, de a rögzítésben arról neked mondott valamit? Tehát, hogy magában a hanganyag rögzítésében neki volt-e szerepe? Hát sajnos nem, de nem is voltam akkoriban kíváncsi. Ez a kérdés nagyon sokszor fölmerült azóta, és nagyon sokan megkérdezték már tőlem személyesen is, de sosem tudtam kielégítő választ adni, mert nem ismerem a körülményeket. De akkor, amikor együtt voltatok, amikor még nem történt meg az, ami ott végzetes napon megtörtént, akkor az ő bármit a magyarországi politikáról mondott neked? Hát ő folyamatosan követte a magyarországi politikát, illetve újságcikkeket írt, és különböző aktivitást mutatott ezzel kapcsolatban, tehát ő erről tudnivaló. Én nem... De neked is mesélt erről, vagy hát egyáltalán beszéltetek a magyar politikáról nyilván, mert hogy ő abban benne volt, nem? Hát mondom, amit elmondtam, tehát konkrétan nem tudom, mire vagy kíváncsi. Az, hogy egyáltalán, hogy pártok, ő mennyire... Igen, ennyi. Igen, de azt szerintem, hogy magadtól is tudtad, hogy vannak persze. Pártok. De az például, hogy az összödi beszéd nyilvánosságra hozatalában neki főszerepe volt, azt ő mondta neked? Persze, ezt ő elismerte, hogy az összödi beszédet azt ő segítségével hozták nyilvánosságra, és azt hiszem ez megjelent Magyarországon, nyilvánossá vált, hogy ő benne volt. Különböző körülményekre nem vagyok, nem tudom, nem ismerem a körülményeket, tehát nem tudom elmondani, ki adta neki. És kinek vitte. Kinek vitte, hogyan történt, a motoros utáról sem tudok, úgyhogy. És azon nem gondolkodtál, hogy például az ő politikai szerepvállalása, amit mondjuk soha el sem mondott neked, mert nem is érdeklődtél a politika iránt, lehet, hogy ezért nem, vagy egyáltalán nem akart ezzel előjönni, hogy annak, tehát a magyarországi politikai szerepvállalásának köze lehetett ahhoz, amivel ezek ott Bolíviában történt? Nos, hát elméleteim nekem is vannak, mi nagyon sok embernek Magyarországon. Csak én nem 6 év úgymond jogi procedúra után megtanultam, hogy az elméletekkel nem szoktunk dobálozni, csak hogyha valakinek bizonyítéka van. Nekem nincsen semmiféle bizonyítékom, és csak azt tudom mondani, hogy egyelőre én ezt abszolút nem tudom bebizonyítani, vagy nem tudok erről. Tény, hogy Rózsa Flores Eduardot kiszemelték, mint lehetséges ottani politikai áldozat, és őt felhasználták erre, hogy ezt az egész dolgot elkészítsék. Tehát ez egy bevált módszer volt, ugye a Hugo Chávez is használta ezt a dolgot, hogy ellene merényletet követtek el, és minden, nagyon sok államfő ezzel a játékkal, úgymond politikai játszmával élt. Bolíviában én voltam, illetve Rózsa Flores Eduardo volt az, aki ebbe belecsöppent. Csak te túlélted. Én túléltem, tehát ez is isteni segedelmen, tehát 13 lövedéket lőttek be a szobámba, és én az ajtóval szemben álltam, tehát az, hogy nem találták konkrétan engem lövedék, azonnak köszönhető, hogy egy olyan 3 holt 3 szögben álltam, ami
jobbra, balra, bárhova állok, akkor én meghalok. Kiheverted ezt már? Nehéz azt mondani, hogy kiheverem, vagy ki lehet heverni valahogy is. Tehát ezek mély nyomot hagynak az emberben. Eszedbe jut meg ez a kép, hogy ott állsz a baholt háromszögbe az ajtóval szembe, és jönnek a lövedékek? Vagy legalábbis hallod? Hát egy bizonyos szintig érzékeltem, ugye utána jön egy sok. Tehát leírhatatlan az a sok, az a fejzúgás, vagy ami akkor történik. Nagyon sokszor kell róla beszélnem, mert az emberek nagyon kíváncsiak, és úgy gondolom, hogy ha kíváncsiak, akkor ezt a kíváncsiságot kielégítem, tehát mind el szoktam mesélni, nem szoktam nagyon, amióta hazatértem, nagyon sok meghívást kaptam televíziók és egyéb helyekre, ugye, de nagyon sokat elutasítottam. És főképpen azért utasítom el, mert megpróbálom az én szerepemet, illetve a szereplésemet visszaszorítani. Az, hogy most itt a Hír TV-ben vagyok, ez csak a riportsorozat miatt van, hogy műsorra tűzzük, és konkrétan az ott kint élő embereknek az érzéseivel foglalkozok, illetve gondolataival. Igen, de ez egy, pont egy véletlen egybeesés konkrétan, tehát nem, én nem azért vagyok a televízióban, hogy magamat mutogassam, sőt, igyekszem mégis most is kerülni ezeket a dolgokat. Jó, hát ezért, akik a televízióban vagyunk, valamilyen szinten mindig magunkat mutogatjuk. Minden esetre kíváncsian várjuk, hogy ki mindenkivel beszéltél, ki mindenkit találtál meg, ugye minden csütörtökön, holnap látják először csütörtökön a nézők itt a Hír TV-n 17 óra 30 perctől és 15 epizód, és sok izgalmas emberrel találkoztál, úgyhogy várjuk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.